Én imádom a csúját, és egy pazar kolléga. De szegény belefutott egy olyan helyzetbe, hogy akkor már tizen sok éve nem tudta elképzelni a magyar fogyasztó, hogy homér más legyen. És amikor egy logisztikai kényszer okán én két-három epizódot nem tudtam egyszerűen Vállalni, mert reggeltől éjszakáig igazgattam egy nagy magyar színházat, ahonnan nem nagyon tudtam elmozdulni, mert rengeteg dolgom volt a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójaként, Így a tévé kínjában azt találta ki, hogy, hogy levált le engem, és átosztja a szerepet, és hát természetesen egy nagyszerű és méltó kollégára osztotta, de mégis valahogy a közvélekedés tiltakozására retiráltak, és akkor kitalálták azt, hogy dobozokba leküldik az anyagot Szegedre. Én az irodából berohamok a Szegedi MTV leányvállalatába, és ott egy-egy Szegedi stábbal megcsinálom a homért. Így is lett, és azt hiszem, hogy két vagy három epizód után még egy 10-12-t ott csináltam meg Szegeden, vagy 15-öt talán és aztán visszakunyeráltak Peste, és akkor inkább jöttem, mentem, jöttem, mentem, jöttem, mentem, és folytattam. Én nem tudom, hogy, hogy miért kellett ez a dolog. Igazából ott egy stúdióváltás volt, ugye hosszabb ideig nem forgattuk a, vagy nem forgattuk a Simpson családot, és, és hát ugye közben a Pannonia filmstúdió sajnos megszűnt, és átkerült egy mások, másik szinkron stúdióba. és hát ott ott valamiért a rendező úgy döntött, hogy felülbírált ezt a dolgot, hogy, 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 ő lecserél engem. Nem tudom, hogy akkor az ott, ott, ott miért történt. És kihívott egy másik szerepre mellette. Tehát ő, nagyon rossz volt nekem akkor, hogy, hogy, hogy kimentem, és ott találtam magamat a Simpson családdal szemben, és, és közölték, hogy hát, ja, de nem a Lizát fogod szinkronizálni, mert mi úgy döntöttünk, hogy te biztosan nem érsz rá, az iskolai elfoglaltságai miatt, hanem hanem egy másik szereplőt, és hát éremegő hangon végigcsináltam ott tisztességgel azt a pár tekercset, és utána hazamentem, és hát persze teljesen kiborultam, akkor még elég fiatal voltam, és az édesanyám is kísérgetett szinkronba, és hát ő is kiborult, és mindannyian kiborultunk, és hát azért nem vagyok egy ilyen ajtót verem típus, <laughs> mármint, hogy, hogy azért az ilyen nagy konfliktusokat kerülöm, de... De hát azért szóvá tettük, és akkor ott addig ment a küzdelem, amíg, 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 amíg végül ott belátásra került, hogy de igenis meg tudom csinálni az iskolai elfoglaltságaim mellett is a, a szerepet, és akkor így mondta a rendező, hogy ja, jó, hát akkor, akkor rendben, akkor legyen bírkó, visszacsere. De hát ugye az a pár rész az már úgy maradt a vadászbeállval, de hát én azért örülök neki, hogy visszakerültem, mert azért azt gondolom, hogy mi a Lizával összetartozunk. Szegény Milhouse viszonylag, sőt az egész sorozat kicsit hányattatott sorsú, tehát megfordult már egy pár stúdióban és pár rendező keze alatt. És még annak idején ezt a Pannoniába kezdtük el csinálni. És aztán, ahogy, hogy mondjam, én sose voltam magántanuló, és hogy egyre jobban koncentráltam a tanulmányaimra, kénytelen voltam egyre több munkát leadni, mert annyi mondta, hogy mégis csak az iskola az első, és ebben valahol igaza is volt. Úgyhogy elkerült hozzám, és pár nagyon tehetséges kollégám csinálta mellesleg. Tehát, hogy tudom, hogy Berkes Bence, meg a családám is volt többek között Milhouse, uh, és azt hiszem, amikor a Master filmbe került vissza, nem is tudom, hogy ki lehetett akkor a rendező, talán a Hornyák Misi, talán a Talpa nem esküszöm meg rá, de valaki rájött, hogy ja, hát ez te voltál régen, és én meg nagyon örültem, hogy visszakaptam.